estét, üdvözlök mindenkit, ez itt a Drogriporter Café, a Drogriporter online élő beszélgetős műsora. Mai adásban egy olyan drogról fogunk beszélgetni, amelyről sokan még azt is tagadják, hogy egyáltalán drog lenne, az alkoholról, ahogy utcai néven a piáról. A Kék Pont munkatársaival fogunk beszélgetni arról a kampányról, amit immár évek óta minden novemberben elindítanak, hogy a mértékletes ivást és az önismeretet promotálják, a száraz novemberről. De mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, most először magyarul is tekintsétek meg a Drogriporter híradó első adását, amelyben néhány fontos nemzetközi eseményről számolunk be a drogpolitika világából. Az ENSZ történelmi jelentőségű döntésével végre elismerte a kannabisz orvosi alkalmazását. 2 év kemény vita után a múlt héten az ENSZ bécsi székhelyű Kábítószerügyi Bizottsága megszavazta, hogy a kannabiszt a 4. jegyzékből áthelyezzék az 1. jegyzékbe. Az 4. jegyzékben azok a szerek voltak, amelyeknek nincsen gyógyászati alkalmazása, az 1. jegyzékben pedig elismerik a gyógyászati alkalmazást, tehát ezzel az a több millió ember, akik világ különféle országaiban kannabisz alapú gyógyszereket használnak, azok most ezt már legitim módon teszik az ENSZ szerint. Ugyanakkor szakemberek rámutattak arra is, hogy a kannabisz továbbra is benne maradt az 1. jegyzékébe az ENSZ egyezménynek, ahol egyébként olyan szerek is találhatóak, mint a heroin és a kokain, tehát különösen szigorúan ítéli még meg mindig az ENSZ a kannabisznak a szabályozását, és ez ellentmond annak a 2018-as jelentésnek, amit a Világegészségügyi Szervezet a kannabisz fogyasztás kockázatairól adott ki, és amely egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a kannabisz nem tartozik a legveszélyesebb szerek közé. Dekriminalizáció Vancouverben. November végén a Vancouveri Városi Tanács egyöntetűen megszavazta, hogy dekriminalizálják, tehát ne büntessék a kábítószereknek a fogyasztását. A döntést az indokolta, hogy egyre növekszik a túladagolásos halálesetek száma a városban, különféle mérgező kábítószer források, fentanillal felütött heroin miatt. Ugyanazon a napon jelent meg a brit-kolumbiai halottkém szolgálat jelentése, amely azt mondta, hogy csak októberben 162 ember halt meg drogtúladolásban, ez azt jelenti, hogy naponta 5 életet veszített el a város. Vancouver, mint város nem tud dekriminalizálni önállóan, ugyanakkor a szövetségi kormányhoz fog folyamodni mentesülésért a szövetségi drogtörvény alól. Ha ezt elfogadják, akkor Vancouver lesz az első önkormányzat Kanadában, ahol a drogok birtoklása nem büntetendő. Legalizáció Mexikóban. A mexikói szenátus megszavazta a kannabisz legalizációját, de egyes aktivisták kritizálják a legalizáció módját, írta a High Times magazin november 30-án. A mexikói szenátus nagy jelentőségű döntésével az ország közel került ahhoz, hogy a legnagyobb legális kannabisz piaccá váljon a világon. A törvény szerint 28 g kannabiszt legálisan birtokolhatnak az egyes polgárok, és saját használatra korlátozott számban növényeket is termeszthetnek. Egyes aktivisták, például Julio Salazar, az Egyesült Mexikó a bűnellencsoport ügyvédje, azért bírálták a törvényt, mert szerintük ez a nagy cégeket helyezi előtérbe a családi farmokkal és üzletekkel szemben. A törvény nem tudja elválasztani a kannabisz kereskedelmet a kartelektől, amelyeknek nagy szerepe volt az utóbbi évek 100 000 ember életet követelő gyilkosságaiban. Sarah Snap, a RIA intézet, egy mexikói kutatóintézet és csoport alapítója szerint is gondot jelent, hogy amikor életbe lép a törvény, és Mexikó a világ legnagyobb kannabiszpiacává válik, a kisebb vállalkozások és azok, akik jelenleg illegálisan termesztenek, ki lesznek rekesztve belőle. Tehát számos történelmi jelentőségű hírről számolhattunk be most a drogpolitika világából, és köszönjük a kollégámnak, Takács István Gábornak a szuper képanyagot, amit alávágott. És most akkor folytassuk az alkohollal és a száraz novemberrel. Nagy örömmel üdvözlöm itt a virtuális stúdióban Dávid Ferencet és Pelbát Gergőt, a Kékpont Alapítvány munkatársait. Sziasztok! 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 Miről is szól ez a száraz november kampány? Milyen modellre épül? Miben más, mint a hasonló külföldi kampányok? Hát ugye a hasonlósága az egyértelmű, hiszen nem lehet inni x ideig, általában ezekben a kampányokban 30 napig, talán egy picit a céljaiban ott van különbség, hogy a hazai kampányban, a száraz novemberben a mértékletesség erénye és az öngondozás az sokkal nagyobb szerepet kap, mint mondjuk a brit kampányban, ahol mondjuk a pénzgyűjtés vagy a közegészségügyi szempontok elég markánsan megjelennek. Ez még elsősorban annak köszönhető, hogy már eleve a Kékpont Alapítvány által előtte is képviselt programoknak a sorába illeszkedik, tehát ugye a 2000-es évek közepén egyszer már a Merj kevesebbet kampányunkkal elindítottuk a népszerűsítését a mértékletesség erényének, és hát azt mondhatjuk, hogy valamennyire azért ebbe a sorba illeszkedik ez a fajta kollektív öngondozás, és hát ez a program elsősorban azoknak szól, akik isznak, és akik inni is szeretnének. Csak szeretnék megregulázni az alkoholfogyasztásukat, persze előfordulhat, hogy kiderül mondjuk, hogy nincsen kontroll, nincs mit megregulázni, mert elveszed, ugye ebben az esetben pedig akkor ugyanúgy lehetőség nyílik valakinek a kampányon belül egy olyan kapcsolatra szert tenni, ahol aztán később a józanságban való kiteljesedésben találja meg élete boldogságát. De mitől lesz problémás a drogfogyasztás, vagy az alkoholfogyasztás? Honnan kezdődik a probléma? Pelbát Gergely tanult munkatársamtól tudnám csak azt elmondani, amit nekem is elmondott azzal a skálával kapcsolatban, tehát ez az ő asztal. Csatolnám is az első kérdésedhez, hogy mi a különbség, az, hogy hát nagyon sokszor pont ez a kérdés merül fel, amit te is mondasz, hogy vagy van-e probléma, vagy nincs probléma, mint hogyha egy ilyen 0-1 kategóriába lehetne besorolni, és hogyha van probléma, akkor arra milyen kezelés az, ami hatékony. Ez egy másfajta filozófiát követ, ez a kampány inkább azt, hogy mindenkinek különböző szerekhez, nyilván itt az alkoholról van szó, van valamilyen hozzáállása, valamilyen kapcsolata, valamilyen szerepet játszik az ő életébe. Azt hiszem a problémát azt valahogy úgy tudnám én megfogalmazni, hogy amikor úgy érzékeli valaki, hogy az élete egy vagy számos területén túl nagy befolyása lesz az alkoholnak. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szám egyenesen 0 és 10 között bárki bárhol elhelyezkedhet, és ehhez sokféle viszonyulásunk lehet, tehát hogy lehet az, hogy azt mondjuk, hogy ha bár sok a probléma, én ezt nem érzékelem olyan súlyosnak, és nem szeretnék ezzel foglalkozni valamit, de lehet más viszony is vele. A száraz november az pont arra jó, hogy a számegyenesen való helyünket egy kicsit megvizsgáljuk, és azt, hogy rendben vagyunk-e azzal a pozícióval, amit elfoglalunk ezen a számegyenesen. Annak is érdekes lehet ez a kampány, aki egyébként úgy gondolja, hogy rendben van? Annak szokott a legérdekesebb lenni az én megfigyelésem szerint. Az, hogy mit gondolunk arról, hogy hányadán állunk az alkohollal, vagy milyen a viszonyunk, az egy picit azt is jelenti, hogy mennyire folytatok saját magammal diskurzust arról, hogy én hol tartok. Van-e egyáltalán gondolatom az alkoholfogyasztást illetően? Én nagyon sokszor azt látom eredményként, hogyha valaki nem is regulázza meg, mondjuk egyből az első száraz novembert követően az alkoholfogyasztását, de sokkal tudatosabban fog tekinteni arra, hogy az életében milyen szerepet tölt be. És azt, hogyha valaki mondjuk tényleg csak ilyen havi 1-2-3 alkalommal iszik, és megcsinálja a száraz novembert, az már egy olyan élmény az életében, ami után még inkább tudatosan fog majd erre tekinteni. Kétségkívül annak a leghasznosabb, aki mondjuk ilyen heti 2-3 alkalommal iszik, és hát ezt idén ki is tágítottuk szakmai igazgatónk javaslatára egy picit fölfelé, és azt mondtuk, hogy vonjuk be azokat, akik mondjuk naponta akár másfél üvegbort, vagy akár 2 üvegbort megisznak. És nézzük meg, hogy van-e ebben a kategóriában még lehetőség arra, hogy valaki megregulázza a fogyasztását, és mondjuk egy alacsonyabb kockázatú alkoholfogyasztásra menjen vissza ezen a skálán, és hát úgy tűnik, hogy azért erre is van még példa, tehát nagyon fontos, hogyha egy kicsit ezt így feljebb toljuk, ezt a mutatót, akkor még találunk bőven olyan embereket, akiknek érdemes szárazon nevezni. Én csak aláhúznám azt, amit a Fecó mond, hogy ez nem egy olyan téma, amit úgy hétköznap felszoktunk venni, hogy na is te hogy vagy a piával, hogy abszolút azért lehet, hogy egy évben vagy egy életben egyszer érdemes arra szánni egy 30 napot, egy ilyen dedikált időt, hogy akkor ennek a témának a tudatosítását segítsük, és ez bárkinek az életében lehet hasznos. Mennyiben egyéni felelősség, és mennyiben közösségi felelősség, hogy kik a problémás ivók, és hogy azoknak, akik körülöttük vannak, azoknak mennyire felelőssége ez? Hát ez jó kérdés. A mértékletesség erény alapvetően egyéni út. Az, hogy hol húzom meg saját magam számára az életemben az örömforrásokhoz fűződő viszonyomat, abban nem nagyon tudjuk a másik embernek a receptjét követni. Az, hogy mennyi az én felelősségem a fogyasztásból, az talán egy kicsit úgy is érzékelhető, hogy mennyire vagyok képes tartani a határaimat akkor, amikor mondjuk alkoholmarketingesek seregei azon dolgoznak, hogy minél többet igyak, hogyha a családom minden tagja erősen bólogat, hogyha mondjuk inni fogok, és akkor is, hogyha egyébként kijárási korlátozás van, vagy hogyha lehet menni alkoholt fogyasztani kocsmába. Az egyéni felelősség, a mértékletesség erényének az egyik legfontosabb motorja. Az, hogy belátom, hogy én vagyok a felelős azért, hogy hogyan fogom uralni a vágyaimat. Persze van egy társas szintje, és az én döntésemnek van következménye a velem élőkre. És hogyha én azt gondolom, hogy a nagyivásom is belefér az én életembe, akkor kicsit ahhoz az elefánthoz kezdek hasonlítani, ki azt mondja, hogy törődjön mindenki magával, Isten úgyis törődik mindannyiunkkal, és elkezd táncolni a Baromfi udvarban. Tehát nagyon fontos, hogy az életünk hatással van a másik emberre, és ebben is meg kell találni az egyéni felelősségünket. Mondd, Gergő, hogyha hozzá akartál még valamit tenni. Igen, még annyi jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy annyiban is van kollektív felelősség, úgyhogy az egyéni nélkül tényleg nincsen semmi, egyéni felelősség nélkül nincsen változás. Viszont abban van egy kollektív felelősség, hogyha valaki jelzi, hogy neki ezzel problémája van, vagy szeretne vele foglalkozni, akkor mit kezd a társadalom, vagy hát a többség ezzel a helyzettel, hogy valakinek van egy ilyen igénye, hogy foglalkozna magával. Tehát, hogy milyen viszonyt alakít ki ezzel az emberrel. Hát, hogy kitágítom még arra az emberre, aki éppen próbálkozik, hogy visszaszorítsa a fogyasztását, hogy van egy kollektív felelősség abban, hogy hogyan támogatom, hogyan teremtek neki olyan támogató közeget, amelyben lényegesen könnyebben tudja elírni a céljait. Ha tudom valakiről, hogy éppen lejön az alkoholról, vagy éppen száraz novemberezik, akkor amennyiben lehet és nincsen járvány, megölelem, megrázom a vállát, és azt mondom, hogy nagyon jó ötlet, büszke vagyok rád. Nem pedig kisebbítem az érdemeit, vagy próbálom neutralizálni a tevékenységét, hanem igenis támogatom benne. Az, hogy mit gondolunk az alkohol életünkben betöltött szerepéről, annak van egy nagyon fontos kollektív szintje, és azon a kollektív szinten ugyanúgy tudnunk kell valamilyen változást létrehoznunk, és azokat a hiedelmeinket, amelyek nagyon görcsösen tartják magukat, mint az például, hogy nem tudom, én csak alkohollal tudom magam jól érezni, ez nem igaz, meg lehet tanulni másképpen, vagy hogy én csak alkohollal tudok elmenni szórakozni, nem igaz, el tudok menni nélkül is, de ezeket talán legnehezebb kigyomlálni azért egy társadalomnak az alkohol diskurzusából. Bocsánat, főleg úgy, hogyha a miniszterelnök, és a legkevésbé sem ebbe az irányba tolnám, alapvető élelmiszerként jelöli meg a pálinkát, amelyik biopolitikai perspektívából nézve egy olyan kijelentés, ami hát tényleg amikor először elolvastam, akkor nem tudtam mire vélni, hogy ez vajon miért jó, vagy hogy hogyan hangozhat el, nem csak egy miniszterelnök, egy felelősen gondolkodó embernek a szájából. Igen, erről a témáról készítettünk is egy kis bevágást, amit most a kollégám szerintem be fog tudni játszani. Ó, nem beszéltük meg, hogy én vezetem föl. Jó reggelt kívánok, elmennek a fehérvári huszárok, erre-orra jártak, sok kislány meghátnak. Jó reggelt kívánok, elmennek a fehérvári huszárok. Hát igen, hogy is mondjam. Mi nem hallottuk sajnos, csak láttuk, hogy jó szórakoztak. Igen, jól szórakoznak és pálinkáznak a kedves politikus és színész urak. Ezt azért is játszottuk csak be, hogy igazából, amit te is mondasz, hogy azért úgy tűnik, hogy eléggé ellenszélben van ez a kampány politikailag is, nem? Tehát, hogy hát ahelyett, hogy támogató állam lenne, ez inkább úgy tűnik, hogy most jelenleg tényleg az alkoholpromóció az, ami így egy ilyen legfőbb állami feladattá lépett elő, miközben alkoholpolitika az nem nagyon működik. Ti hogy látjátok ezt? Hát, nézd, én ellenszélnek nem nevezném, szerintem inkább vákuumba érkezik. Tehát nincs az alkohollal kapcsolatban a mértéketességet valós formában népszerűsítő kampány. Kisbetűkkel rá van írkálva különböző dolgokra, hogy fogyaszt mértékkel, de nem ez a jellemző, ahhoz mondjuk, hogy az emberek hogyan tudnánk elérni. Szerintem annyira régen, és olyan mélyen van bent az alkoholfogyasztás a magyar embereknek az életében, hogy nem tűnik ellenszélnek. Erre szerződtünk magunkkal, ebben kell navigálnunk. Igazából nincsen ellenkampány. A Száraz november az elmúlt 5 évben olyan sikeres kampányán nőtte ki magát, amelynek következtében képesek vagyunk a november hónapot az alkohol tematika alá rendelni. Képesek vagyunk mémeket generáltatni, képesek vagyunk szakmai diskurzusokat generálni, képesek vagyunk embereket bevonni tömegével, adott esetben 10 000-ével egy nemivási akcióba. És mindezt úgy, hogy nem forint milliárdokat szórunk el, hanem egyszerűen az öngondozást emeljük kollektív szintre. Ez alá igazából, vagy ez elé gátakat gördíteni nem lehet. Én nem érzem, éppen ezért nem érzem ellenszélnek azt, amiben navigálunk, hanem inkább egy ilyen konstans állapotnak, egy ilyen kormányzati, nem tudom én, kormányzati alapállapotnak tartom, hogy az alkoholnak a népszerűsítése és a pálinkának a népszerűsítése az egy stratégiai cél. Úgy veszem, hogy ez a dolog, ez tőlünk független. Én azt nem látom, hogy ezt rövid úton meg tudnánk változtatni, vagy nem szeretném, hogyha a száraz novemberezők belekerülnének egy ilyen alkoholstratégiát gyártó szerepbe, mert abban a pillanatban elveszítjük azt az egyéni felelősséget, és azt a saját érzést, hogy ez a dolog, ez egyetlen emberről szól, rólam. És a nagyon fontos része szerintem a száraz novembernek, hogy nincsen mögötte semmi olyan szerveződés, vagy kormányzati törekvés, vagy cég, vagy szponzor, amely kisajátítaná az emberektől. Ez csak is az övéki, akik csinálják a száraz novembert. Én inkább ebbe azt érzékelem, hogy egy ilyen, hát a problémának nem is az ignorálása, hanem a nem érzékelése. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt egy problémaként érzékeli az aktuál politika, de erről ők tudnának számot adni, hogyha beszélnének arról, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, de ezt érzékelhető módon kevéssé teszik meg. Amennyi látszik az, hogy a probléma kezelésnek egy kiszervezése érzékelhető, hogy a kezelés az történjen meg valahol. Hát meg nagyon jó szó az ignorálás, például mindig faggatnak minket, hogy milyen adataink vannak az alkoholfogyasztásról, hogy hogyan, úgy főleg újságírók szokták, hogy mondjunk már ilyen jó adatokat. És akkor mindig elmondom, hogy nincsenek ilyen adataink, nincsenek ilyen átfogó kutatások. Az angoloknál képesek voltak most például összevetni a 2008-as válság alatt tapasztalható alkoholfogyasztási mintákat a tavaszi lezárás alatti alkoholfogyasztási mintákkal. Hát így de hogy addig, amíg nincsenek ezzel kapcsolatban kutatások, középtávú célok, hosszú távú célok, stratégiai célok, addig igazából a száraz november azért érkezik egy ilyen vákuumba, és azért is lehet sikeres, mert megkerüli ezt az egész rendszert. Megkerüli és átugol, és azt mondja, hogy nem várok arra, amíg a kormányzat lépéseket tesz, hanem hozzákezdek magamtól. Egy picit olyan, mint a korunkat jellemző közösségi megoldások. Közösségi közlekedés, közösségi lakásmegosztás, közösségi autómegosztás, ez még egy közösségi öngondozás. Csinálunk valamit, amiben a ránk eső részt megpróbáljuk valamilyen módon elvégezni, és ezáltal megvédeni akár a romokban lévő intézményrendszert, attól, hogy mondjuk annak kelljen elvégezni ezt a munkát, és azt a részét, amit a közösség el tud végezni, akkor ahhoz hozzálátunk. Hasonló figyelhető meg a felépülés esetében is, ott is sok esetben a felépülési narratívák mentén kibontakozó közösségi felépülési programok megkerülik az intézményrendszert, nem használják annak a szakmai kifejezéseit, és megpróbálnak alulról építkezve változást elérni. Bizonyos szempontból a száraz november is éppen ezért ezt a formát képviseli. Ez igazából egy civil kezdeményezés, ami hát alulról jövő kezdeményezésként próbál hát olyan belépni egy olyan térbe, ahol eddig nincsen, vagy ahol most jelenleg nincsen semmi, egyfajta vákuumba. Na most arról még nem esett szó, hogy most idén azért egy különleges helyzet van, járvány idején vagyunk, és korlátozások vannak. Miben más most a száraz november a járvány idején? Hát talán abban, amiben maga az italozás is, abban más, hogy... Máshogy mondom, akkor, amikor készültünk erre a novemberre, mondjuk még tavaly, december-január környéken, amikor még szó sem volt arról, hogy a világnak a menete errefelé fordul, akkor nagyjából megvolt a tematikánk, nem fogom megmondani, hogy mi lesz majd a november is, majd akkor azzal fogunk foglalkozni. És aztán jött a tavaszi lezárás, jött a nyár és jött az ősz, és világos volt, hogy nekünk, mint egészségügyi intézménynek, mint kezelőhelynek, a legfontosabb az az, hogy az emberek életminőségét és az egészségét is védjük, és ebben az egyéni felelősség nem csak a nem ivás, hanem az otthonmaradást is jelenti. Így igazából összekapcsolódott a járvány és a kihívás. Aztán az, hogy a személyes életutakban ez hogyan valósult meg, hogy ki az, akinek mondjuk könnyebb volt, biztos vagyok benne, hogy azok, akiknek az alkoholfogyasztása elsősorban és kizárólag közösségi eseményekhez kötődik, ők könnyebben tudták venni ezt az akadályt. Azok, akiknek az alkoholfogyasztása egy stresszoldó alkoholfogyasztás, inkább egy napvégi levezetés, ők egy picikét azáltal, hogy nem tudtak elmozdulni, talán nehezebben fogadták. Maga az eredmény, amit az ember elér a járvány alatt, az, hogy egészségesebben tekint önmagára, az, hogy józanul tud racionális döntéseket hozni egy rendkívül kiélezett, feszültségekkel teli, félelemmel teli helyzetben, ez biztos vagyok benne, hogy mindenki számára egy nagyon fontos siker volt. Van egy csoport a Facebookon, a száraz november egymás között csoport, ami egyébként ennek az egész kampánynak, én azt gondolom, az eszenciális tartalmát mutatja meg. Itt közel 2000 magyar ember beszélget arról, hogy milyen nem inni, és teremt támogató közeget a nemivás számára. Szinte az egész országban nem találunk még egy ekkora csoportot, ahol ennyire szépen beszélnek egymással emberek, és ennyire őszintén osztják meg az alkoholfogyasztással, vagy a megküzdéseikkel kapcsolatos történeteket. Ott írta az egyik résztvevő, hogy elveszítette az állását a második héten, és hogy világossá vált, hogy az élete, az egzisztenciája veszélybe került. Azt mondta, hogy az egész crew, akivel dolgozik, elment inni, és ő is azonnal inni ment volna bármikor egy ilyen helyzetben, de azt mondta az ember, de most nem megy el, mert az egész életében egyetlen dolgot tartott bizonyosnak, ez pedig az, hogy eldöntötte, hogy nem iszik. És ebbe a bizonyosságba kapaszkodva tudott igazából túljutni ezen a ponton. Tehát akkor, amikor bizonytalanná válik az életünk, akkor keresnünk kell olyan általunk teremtett bizonyosságokat, amelyekbe tudunk kapaszkodni. Tehát az a fajta bizonytalanság, hogy megfertőződök, nem fertőzöm meg a másik embert, elkaptam, nem kaptam, lesz munkám, nem lesz munkám, kapcsolódok, ledob, minden bizonytalanná válik. Nem tudjuk eldönteni, mi az igaz, mi a hamis. Sőt, talán legnagyobb értékválság a világunkban, hogy nem tudjuk, hogy mi az igaz, mi a hamis. Egy általam hozott döntés, egy általam a saját magam érdekében képviselt törekvés egy nagyon komoly bizonyosság tud lenni az életemben, és a száraz november ebben az évben talán leginkább e köré, a felelősen meghozott bizonyosság köré épül. Ezért is én azt gondolom, hogy az, aki végigcsinálta, mondjuk akár ezt, akár az előzőeket, nagyon, nagyon konkrétan fog emlékezni arra, hogy volt egy járványos év, amikor nem kifaroltam a száraz novemberből, és nem azt az utat választottam, ami sokkal könnyebb, és egyébként ugyanúgy elfogadható. Ha valaki úgy döntött, hogy inni fog ebben a novemberben, én teljesen elfogadom, ez az ő döntése, lehet ezen az úton haladni, csak a mi útunk most másfelé ment. És az, aki végigcsinálta, ő azt mondhatja, hogy bátran tettem egy lépést egy nehezebbnek gondolt törekvés irányába, és ez megerősített abban, hogy igenis, veszélyhelyzetben képes vagyok józan, átgondolt döntést hozni a saját életemet tekintve, és ezt úgy, hogy a hónap végére ezzel kapcsolatban tele vagyok pozitív energiával. Tehát én úgy látom, hogy a járvány minden tragédiája ellenére, és a legkevésbé sem szeretném eltolni a kínai horoszkóp irányába, mint a patkány év és a lehetőségek, de lehetőségünk nyílik arra, hogy nagyon sok helyzetet más perspektívából lássunk, és lehetőségünk nyílik arra, hogy változtassunk azokat a szokásainkon, amelyeknek eddig a békjójában éltünk. A lezárás, visszatérve a kérdésre, amikor már bevezették a korlátozó intézkedéseket, szerintem segítette a száraz novembert. Tehát onnantól kezdve, hogy mások sem járhatnak el, és én sem mehetek el abba a közegbe, a kocsmába mondjuk, ahol egyébként mindig inni szoktam, hanem egy védettebb, saját magam által teremtett otthoni közegben lehetek számítógép előtt másoknak a megküzdési narratíváit olvasgatva, ez segítette szerintem azt, hogy sikeres legyen, és ebben azért elsősorban, hanem kizárólag, kollektív szinten a száraz november egymás között csoportnak van szerepe és hangsúlya. Fecó gondolatára rácsatlakozzak, és az előző témához is kössem, az ilyen egyéni, kollektív, meg az állami felelősség témájához. Csak így azt emelném ki, hogy tényleg ez egy nagyon vékony határvonal, hogy most egyéni vagy kollektív felelősség, mert mind a kettő egy jogos szempont, viszont tényleg, hogyha túlságosan kívülre helyezzük ezt a felelősséget, akkor annak az a veszélye lehet meg, hogy a sikert azt nem érezzük a sajátunknak, vagy a kontrollt azt más gyakorolja felettünk. Tehát, hogyha a problémákat azt más oldja meg, mondjuk egy állam meghozza az összes szabályt nekünk, csak ezt be kell tartani, jól viselkedni, ez látszólag tudhat egy biztonságot sugallni, de közben meg lehet ezt egy kitettségnek is élni, ezért fontosnak gondolom, hogy úgy álljunk valahogy ehhez a témakörhöz, hogy valahogy közösen kitermelünk egy választ évről évre, valami más választ ugyanarra a kihívásra. Az, hogy ebben az évben egy ilyen lezárásos helyzetben, meg vírushelyzetben hogyan lehetett erre válaszolni, szerintem ez egyelőre még egy kicsit olyan titok, hogy pontosan ki hogy élte meg, de az mindenképpen egy nagyon pozitív jel, hogy tényleg ez, amit a Fecó mondott, a Facebookon ez a közösség megmaradt, és segítette egymást. Most ugye lejárt már a száraz november kampány, és most már akkor a nedves december van, de még az ugye, a járvány az ugye marad, és a kijárási korlátozások is maradtak. Mit tehet ilyenkor az ember, aki mondjuk szeretett korábban bulizni, jön a szilveszter, jönnek az ünnepek, hogy szerintetek van módja ilyenkor a felelősségteljes kikapcsolódásnak és szórakozásnak, vagy mindenki akkor felejtse el most ezt a dolgot így tavaszig? Hát én ezzel kapcsolatban ugyanazt tudom megerősíteni, hogy ezek az ilyen mi a teendő típusú válaszok, mint hogyha azt sugallnák, hogy lenne egy jó eljárás. Én abban hiszek, hogy az vagy számomra az a követendő példa, hogy az a jó megoldás, amit valahogy együtt ki tudunk termelni. Ez rettentő sok munka, tehát hogy ebben benne van az érzelmek tudatosítása, benne van az, hogy esetleg mások hozzáállásával ütközik, mit kezdünk azzal, hogy én akarok valamit, ki szeretném a saját vágyaimat teljesíteni, meg szeretném őket élni, de ez ütközik esetleg másik embernek a biztonságérzetével. De ebben az ütközésben tudunk tanulni magunkról, hogy hogyan viszonyulunk a saját vágyainkhoz, és azt tudom mondani, hogy ez iszonyatosan nagy munka lenne, hogy erre kitermeljük a saját válaszainkat. Én inkább ennek a hiányát fogalmaznám meg, hogy amikor volt végre valami mondás, hogy akkor 30 napig újra lezárás van, egy ilyen megkönnyebbülés élményt éltem át, hogy akkor nem kell gondolkodnom. Tehát, hogy akkor nem kell ezt a munkát elvégeznem, mert akkor most van valami irányelv. Én azt gondolom, hogy azért ennek is van egy ára. A személyes hozzáállásomat tudom elmondani, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, ahol a társas felelősségvállalásnak van nagyobb hangsúlya, és az egyéni igényeknek és a vágyaknak egy kicsit a háttérbe szorítása, de ezt, hogy mondjam, ezt elvárásként nagyon nehéz megfogalmazni, mert hát vannak olyan emberek, akik számára ez nem olyan egyszerű, hogy megtegye. Az, hogy ezzel a helyzettel mit tudunk kezdeni, az valóban egy izgalmas kérdés. Hát igen, különösen, hogy mondjuk mi úgymond már kicsit könnyebben beszélünk, mert túl vagyunk egy bizonyos életkoron, de mondjuk aki éppen ugye a 10 éves, 20 éves kor elején van, és benne van a nagy buliláz korszakban, annak azért ez így elég nehéz dió lehet, hogy hogyan tudja most megélni ezt a dolgot. Hát nézd, persze, egyik oldalról azt gondolom, hogy sokat veszítünk a tömegrendezvényekkel. A másik oldalról meg többet nyerünk majd azzal, ami a romjain kialakul. Én nagyon bízom benne, hogy mindannyian egy picit tanulunk abból, amiben jelenleg élünk. Figyelj, 8-ra haza kell érni mindenkinek. Ha valaki ezt mondja nekem ezelőtt egy éve, hogy lesz egy ilyen korszaka a világnak, hogy 8-kor mindenki otthon van, akkor azt mondom, hogy nem lehet lemenedzselni. És nézd meg az embereket, felelősen, fegyelmezetten hazamennek este 8 órakor, és szövegetik álmaikat arról az időszakról, amikor majd újra lehet szórakozni. De az a világ, amelyikből érkeznek, az lassan fog visszarendeződni. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek olyan tapasztalásai ennek a nagyon nehéz időszaknak, amelyet föl tudunk majd használni egy sokkal jobb minőségű életnek a szervezéséhez. Az biztos, hogy az előttünk álló hónap, a december óriási kihívás lesz, meg kell csinálnunk egy karácsonyt és egy szilvesztert. A karácsonyból azt gondolom, hogy talán még jobban is kivehetünk bizonyos szempontból, ez egy családi ünnep, otthon maradunk. A szilveszter mit hoz el? Hogyha ezek a korlátozások maradnak, mint ami most is van érvényben, hogy 10 ember lehet együtt, akkor valószínűleg 10 fős házi bulik sokasága képzelhető el a jelenlegi szilveszterkor. Hogyha az lesz, mint a briteknél van, vagy a németeknél senki nem megy sehová, és mindenki otthon marad szilveszterkor, az egy sokkal komolyabb kihívás lesz, de biztos vagyok benne, hogy le fogunk számolni számtalan olyan képzetünkkel, amiről azt gondoltuk, hogy igaz és örökké tartani fog, és hogy ezek eltűnnek. Az, hogy ki milyen módon találja meg az örömének a forrását, ez meg nagyon egyéni ez, ebben bármit mondani, jósolni, válaszokat adni, ahogy Gergely is mondja, nem nagyon tudunk. De jól értem, akkor te is azt mondod, mint mostanában sok embertől hallottam, hogy igazából nem kell visszatérnünk úgymond a normálishoz, ami a járvány előtt volt, mert hogy pont igazából tanulnunk kéne abból, ami ez az időszakban volt, és akkor egy ilyen jobb helyzethez kellene újra visszatérnünk, amikor majd feloldják a járványt, ugye? Hát egyrészt, meg én azért fogalmaznék óvatosan, mert ennek a járványnak a feloldása jelenlegi számításunk alapján nagyjából február-március környéke, tök messze van. Tehát, hogy addig mi történik még, hogy addig milyen módon tudunk magunkról gondoskodni, hogy meddig tartanak a tartalékaink, hogy milyen egzisztenciális kihívások vannak előttünk, és erre milyen válaszokat adunk, abban elhamarkodott lenne bármilyen döntés. Azt én is osztom egyébként, hogy a giga nagyfesztiválok, amelyek elsősorban az alkoholforgalmazásról szóltak, és másodszorban szólt a zene hozzá, mint például a legutóbbi Szigetfesztiválok jelentős része egy itató tulajdonképpen, ahol szól a piázáshoz a zene. Ezekért mondjuk én azt gondolom, hogy nem annyira nagy kár, hogyha ezek átalakulnak, és egy picit egészségesebbé válik. Az, hogy lesznek-e ilyen törekvések, attól is függ, hogy a kormányzatnak lesznek-e ilyen törekvései, vagy arra nézvést fog-e gondolni bármit, hogy mondjuk mi van az emberekkel, mennyiben tekinthetők ők saját életük szervezőinek, mennyi az saját részükben, és mennyire akarom én megmondani nekik, hogy mit csináljanak. De mit lehetne egyébként tenni azért, hogy biztonságosabb legyen az éjszakai élet, akár Budapesten? Ugye sok vita van például a Buli negyed kapcsán, hogyan kellene szabályozni, mit lehetne tenni azért, hogy biztonságosabban küldhessék el mondjuk a szülők a gyereküket bulizni. Milyen értelemben biztonságosabban? Igen. Hát most itt arra is gondolok, hogy mit lehetne tenni azért, hogy kevésbé ártalmasan fogyasszanak az emberek az éjszakában például alkoholt. Szerintem az otthon a családban érdemes ezzel kezdeni jókorán, hogy valami kézzelfogható tudása legyen mondjuk az embernek az alkohollal kapcsolatban, a vágyakkal kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy mondjuk a boldog órák megszüntetése, vagy mondjuk az alkoholkampányok, az itató kampányok visszaszorítása, az megint lehet egy fontos cél. Az, hogy milyen módon regulázzuk meg az alkoholfogyasztókat, az alkoholforgalmazókat és az alkoholmarketinget, ez egy fontos lépés. Én azt gondolom, hogy minden olyan, ami az emberek megregulázására törekszik, és megmondja nekik, hogy mit kéne csinálni, azok úgy kevésbé sikeresek. Azok, amelyek próbálják megregulázni az alkohol marketingeseket, azoknál én több sikert látnék azért. Mondjuk az nem jó, hogyha olyan kampányok vannak, amelynek az a szlogenje, hogy jutalom a nap végén. Ez mondjuk nem segít minket azért abban, hogy elmozduljunk a napi szintű alkoholfogyasztástól. Most is láthatjuk, hogy miközben beszélek, számtalan boldog, italozó ember van mögénk vágva. Én is az őszintesség meg a párbeszéd jut eszembe, tehát hogyha egyszerűen a saját ilyen viszonyunkat ezekhez a témákhoz, legyen az alkohol vagy bármilyen más szer, hogyha ezeket a saját viszonyainkat nem tudjuk kitermelni, és nem tudjuk ilyen gondolatok formájában, meg érzések formájában mások felé közvetíteni, akkor nem lesz meg az esély arra, hogy valamit egyáltalán kitaláljunk, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Én azt gondolom, hogy ameddig mindig csak szabályozással próbáljuk ezeket a dolgokat kezelni, addig sosem lesz egy olyan jellegű konszenzus, amit egy többsége szívesen betart és elfogad. Tehát, hogy először is komolyan kéne venni ezt a témát, bele kéne rakni azt az érzelmi átélést, ami szükséges, hogy tudatosítsuk, hogy egyáltalán mit gondolok és mit érzek ezekkel a témákkal kapcsolatban. Ezeket valamilyen gondolati formában el kell kezdeni kimondani, és hát teret engedni annak, hogy ezek így ütközzenek egymással, és akkor valami kijöjjön belőle. Tehát, hogy tényleg, hogy mondjam, hogy a párbeszéd, meg amikor azt mondjuk, hogy így a demokrácia, hogy ez irgalmatlan sok munka. Tehát, hogy ez rengeteg beletett energia, amit ha nem pakolunk bele, akkor nem pakolja bele senki más. És hogyha meg csak az állam vagy a jogszabály adja ezt, akkor ez egy ilyen üres, tartalmatlan valami, amihez megint nincsen nekem személyes viszonyulásom, azon kívül, hogy jaj, de jó, vagy fúj, de hogy ebbe olyan, hogy mondjam, túl sok kidolgozott és megérvelt tartalom meg nincsen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy el kéne ezeket a folyamatokat kezdeni, és még egy gondolat, hogy ezt facilitálhatják szakemberek, meg részt vehetnek benne, de hogy nem termelhetik ki szakemberek, mert akkor az a helyzet áll elő, hogy a szakember mondja meg más helyett, hogy azt hogyan kéne csinálni, és én ezt a felelősséget nem szívesen vállalom, hogy akkor én döntök, anélkül, hogy tudnám, hogy más emberek erről mit gondolnak. Tehát, hogy bármilyen szakmapolitika is lesz, hogyha az a klienseket, és most itt kliens alatt igazából az egész országot lehet érteni, tehát bárki, aki életébe egyszer elgondolkozott azon, hogy alkoholt fogyasztana, őket nem vonjuk ebbe bele, meg nem az övék, akkor az úgy elég üres lesz. Nagyon jókat mond Gergely, annyivel egészíteném még ki, hogy vannak ilyen nagyon, magukat nagyon makacsul tartó képzetek azt illetően, hogy mit jelent az éjszakai kultúra. És hogy akkor, amikor azt mondjuk, hogy van egy hely, amelyikben mérnek alkoholt, és erre azt mondjuk, hogy amúgy ez kultúra, ez nem az. Tehát erről szó sincsen. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy védünk valamilyen kultúrás jelenségként beállított egyszerű ivást, és azt mondjuk, hogy ez fontos része a mi közösségünknek, fontos része a kultúránknak, miközben semmi más nem látom, mint azt, hogy embereket itatnak. És most nem az emberek jó érzését akarom meg elvitatni tőlük, hogy amúgy ők nem érzik jól magukat, vagy hogy azt kéne gondolnunk, hogy rossz dolgot tesznek, csak ne nevezzük annak. Azok a helyek, amelyek magukat függetlenként próbálják megtartani, nagyon sokszor abban a csapdába esnek, hogy azt gondolják, hogy a kocsma fogja elvinni az ő független helyüket a hátán, de igazából olyan rabságot vállalnak, amelyben mindig meg lesz az a törekvés, hogy itatni kell az embereket, mert különben nem megy a biznisz. Szét kell választani a dolgokat. Amennyire csak lehetséges, szerintem fontos szétválasztani a művészetet, a kultúrát és az egyszerű kocsmát. Vannak átjárások kétség kívül, de hogy csak a kocsmára kijelenteni, hogy amúgy ez művészet, vagy hogy ez kultúra, és hogy ez egyébként egy városnak a vonzereje, hogy amúgy jól be lehet rúgni nálunk, szerintem ezeket fontos újra beszélni, egy picit újra tárgyalni, hogy vajon mennyiben mutat túl az egyszerű alkoholfogyasztáson az a dolog, amit én mondjuk nagyon, nagyon komoly kultúrás jelenségként próbálok tálalni vagy eladni. Itt azért az érdekes dolog, ugye, hogy akár a fővárost nézzük, akkor azok a helyek, amik megpróbáltak azon túllépni, amit mondasz, tehát hogy kicsit túllépni azon, hogy most leítassuk az embereket, és behozni a kultúrát, és így tényleg ilyen kultúrateremtő helyé válni, azoknak pont, hogy nehezebb megélni jelenleg a életben, hogyha mondjuk Dürerkert, meg Auróra, meg mindent nézed, akkor azt látjuk, hogy vért izzadnak, hogy így túléljenek az ilyen helyek, és hogy közben meg pont azok a helyek virágoznak, ahol meg tényleg kizárólag a profit hajhászás az, ami a csak cél. Kérdés, hogy kinek a számára virágzik. Maga az alapprobléma, ami szerintem a száraz novembernek egyik nagy tanulsága, az az, hogy nem igazán vagyunk sikeresek a józan kapcsolódásban. Az a mondás, hogy alkohollal kell kapcsolódnunk. Nem tudjuk elképzelni azt a világunkat, amikor mi felnőtt emberek józanul kapcsolódunk egymáshoz, vagy legalábbis nem azzal a mennyiségű alkohollal. Addig, ameddig nincsenek meg a tapasztalásaink ezzel kapcsolatban, és nem éljük át azt, hogy mondjuk milyen egy gólyabál alkoholfogyasztás nélkül, vagy hogy milyenek mondjuk a felsőoktatási intézményeknek a színterei mondjuk folyamatos alkoholfogyasztás nélkül, addig mitől várjuk, hogy egy olyan világ fog előtérbe lépni, amelyben mi emberek képesek vagyunk egymáshoz józanul kapcsolódni. Távol áll tőlem bármilyen prohibíciós törekvés, az nagyon fontos, de az, hogy legyen a mértéketességnek egy társadalmi szintje is, és hogy a túlfogyasztással szemben egy sokkal szűkebb határt szabjunk meg ennek a területnek, az alkoholfogyasztásnak, az nagyon-nagyon régóta váratna magára, mert magasabb lesz az életminőségünk. Tehát nem elveszítünk valamit, hanem egy sokkal teljesebb élmény lesz az, amit át tudunk élni. Nem elengedni kell az alkoholt, hanem egy sokkal mértéketesebb, sokkal hasznosabb terébe visszahúzni. Ha országot kéne mondanom, akkor mondjuk, mint Olaszország nagyjából. Olaszországban lehet kapni alkoholt, lehet kapni mindenfélét, mégis az a típusú részegedés és az a típusú alkoholfogyasztás, ami jellemzi mondjuk akár Magyarországot, akár Nagy-Britanniát, és még számos országot, ez ismeretlen igazából ezeknek az országoknak a mintázatában. nekem is az jutott eszembe, hogy hát igen, pont ez a megoldandó feladat, amit mondasz, Péter, hogy mi van akkor, amikor nem fogyasztunk. Nekem is az egyik, valamelyik évben, amikor csináltam a kampányt, akkor ez volt az egyik ilyen tanulság, hogy hát, hogyha nem sört kérek, és csak ülök egy kocsmába, akkor mi van? És akkor elkezdtem magam ilyen rosszul érezni, hogy de hát valamit csak kéne már legalább venni. Tehát, hogy legalább már akkor csak egy szörpér, hadd fizessek, hát milyen csúnya ember vagyok, hogy itt foglalom a széket, aztán nem költöm a pénzem ott azon a szórakozó helyen. Tehát, hogy egyszerűen annyira bele van, hogy mondjam, ivódva a bőrünkbe az, hogy az időnket az fogyasztásra tudjuk használni, és ezt nem mint egy ilyen divatos kapitalizmus kritika próbálom mondani, hanem egyszerűen a kultúránknak ez egy nagyon szerves eleme, hogy az időnket valamilyen termék elfogyasztására használjuk, hogy hát azért ez egy idő lesz, amíg ebből így tudunk egy kanyart venni, de eléggé úgy tűnik, hogy ezt a kanyart meg kell csinálni, és hát ezt valahogy a diverzifikálással lehet, tehát hogyha sokszínű az a termékpaletta, ami lehet társasjátéktól kezdve, a fene tudja micsoda, de hogy azért ez még, szóval ez szerintem még jó pár év, aminek valamilyen kultúrája, valami fenntartható kultúrája meghonosodik, hogy hogyan lehet olyan bármiféle egységet működtetni, aminek az alapja nem csak a fogyasztás, nem ezen az egy lábon áll. Hát pedig itt Bájer Zsoltnál biztos marxizmust kiáltott volna az előbbi kapitalizmus kritikádnál, de egyébként teljesen igazad van. Amivel még mielőtt lezárjuk a beszélgetést, mindenképpen szerettem volna kitérni rá, hogy mi van azokkal, akik hát kimondottan problémákat tapasztalnak meg az alkoholfogyasztásukkal, akár függők, és most elkezdtek azon gondolkodni, hogy mondjuk kéne valami segítség. Mit tudtok nekik mondani? Mit lehet most így a járvány alatt? Hol lehet segítséget találni? Hát először is legyen büszke magára nagyon, hogy ez legalább eszébe jutott, ez nagyon fontos dolog, hogy kéne ezzel foglalkozni, ez már nagyon jó. Hát most azért nem most van a legjobb helyzetben az, aki szeretne mondjuk bekerülni addiktológiai ellátásba a kórházban, nem fog neki sikerülni sajnos. A jelenlegi járványügyi helyzet igazából rontja az életesélyét és az életminőségét azoknak, akik mondjuk súlyos alkoholhasználati zavarral most vágnak neki. Megmerem kockáztatni, és sajnos még azok is kikerülnek majd, akik most bent vannak. Bekerülni terápiás intézménybe, rehabra, addiktológiai osztályra, most a Covid hullámnak ezen a pontján szinte lehetetlen. Ami nem jelenti azt, hogyha valakinek egyébként nem állnak fent mondjuk a delirium trémersnek a kockázata, akkor ne tudna belevágni mondjuk az online konzultációnak a segítségével, amelyről Gergely biztos, hogy sokkal többet tud mondani, mint én, mert ugye ezzel foglalkozik. Annyit azért hozzátennék, hogy a legtöbb alapítvány, meg rehab, vagy akár a Nyírő Gyula Kórház, tehát az országos ellátójuk azért valamilyen formában az ellátásaikat ugyanúgy elérhetővé tették. Az kétségkívül igaz, amit a Fecó mond, hogy hát több akadályt kell megugrani jóval ahhoz, hogy valaki kezelésbe kerüljön, tehát mondjuk negatív COVID-teszt, többet kell telefonálgatni, tehát hogy ilyen akaratosabbnak kell lenni, tehát hogy tényleg nehezebb most bekerülni. Online ellátást valamilyen szolgáltatónál, akár a Kék Pontnál, tehát levelezésen alapuló konzultáció, Skype, az azért elérhető, tehát hogy el lehet indulni. Még amit ezzel kapcsolatban, mint kezelés, csak egy gondolatot kiemelni, hogy ez is egy érdekes téma, hogy hát, hogy mit is csinál, tehát hogy mire számíthat, amikor valaki eljön, hát alapvetően segítő hozzáállással dolgozó emberekkel fog beszélgetni, és azért annak is tudom néha látni a veszélyét, hogyha a segítést, az teljesen ilyen intézményekbe szervezzük ki. Tehát, hogy mert ez tud egy ilyen csodavárást is eredményezni, hogy ezek a helyek, ahol majd megszerelődnek a kliensek, akinek nem tudom, problémája van, hogy tényleg hogy el tudunk távolodni ilyen alapvető emberi motivációinktól, mint a segítés, mert hogyha azok egy ilyen intézményben vannak kiszervezve, akkor ez egy olyan dolog, amivel nekem amúgy nem kell foglalkoznom. A segítés az abban az intézményben zajlik. Úgyhogy tehát, hogy azt hangsúlyoznám, hogyha valaki segítséget fog keresni, az valószínűleg kap, és alapvetően egy segítőkész emberrel fog találkozni, csak emellé még azt is hangsúlyoznám, hogy nyilván az ő energiája az ugyanúgy kelleni fog, és akár a környezete energiája is, és visszatérve az elejére, hogy pont ennek a kettőssége, hogy az övé is, meg a környezetének is az energiája, hogyha ebből benne van, úgy a leghatékonyabb, az egyén nélkül biztosan nem fog menni. Ez egy nagyon szép záró gondolat volt, igazából le is járt az időnközben. Nagyon szépen köszönöm Pelbát Gergőnek és Dávid Fecónak, hogy itt a vendégünk volt, és azoknak is, akik néztek bennünket az online adásban. Reméljük, hogy legközelebb már zavartalanul, illetve megszakítatlanul fogunk majd jelentkezni a Drogriporter Café következő adásában. Sziasztok!